Jó estét kívánok, köszöntöm a közügyek nézőit. A következő témákkal jövünk ma. Kormányzati intézkedések 2010-től cselekvési terv a jövőre nézve, Orbán Viktor évértékelő beszéde. Mi minősül családon belüli erőszaknak? Épp testben, épp lélek, plusz 15 perc torna az általános iskolákban. Jobb felszerelés, még jobb tudósítások a Pannoner TV műsorán, megújulnak tudósító pontjaink műszaki szempontból. Nagy felelősség a gyerekvállalás, de sok örömöt is hoz, mert nagy családban élni jó. Maradjanak velünk! A magyar gazdaság 4 éve töretlenül növekszik, mondta ma Orbán Viktor évértékelő beszédében. Ez a Magyarország, bátor Magyarország, mind gazdasági, mind politikai szempontból. Hogyan lett Magyarország fekete bárányból sikeres országgá, mondta többek között a miniszterelnök. Mi lázadtunk először, amikor úgy döntöttünk, hogy hazaküldjük az IMF-et, elszámoltatjuk a bankokat, megadóztatjuk a multikat, és felszámoljuk a devizahiteleket. Lázadtunk, amikor azt mondták, hogy nem lehet egyszerre rendbe tenni a pénzügyeket, és megindítani a gazdasági növekedést. Belevágtunk, és megmutattuk, a magyar gazdaság 4 éve töretlenül növekszik. Fellázadtunk a munkanélküliség ellen, amiről azt állították, hogy a modern piacgazdaságban együtt kell vele élnünk. Kitűztük a teljes foglalkoztatást, és megcéloztuk az 1 millió új munkahelyet. Eltelt 7 év, és már 700 ezer új munkahelynél tartunk. Azt is meg akarták tiltani, hogy csökkentsük a családok rezsijét, de végül csak letörtük a nagy energiaszolgáltatók Brüsszel és az ellenzék közös ellenállását, és megcsináltuk. Az Egyesült Államok akkori kormánya, Brüsszel, és ráadásul még Berlin is, kihirdette, hogy a migránsokat nem szabad, és amúgy sem lehet megállítani. Ellenálltunk, határt húztunk, kerítést építettünk, határvadászokat toboroztunk, és megállítottuk őket, megvédtük Magyarországot, mellékesen Európát is. A népszavással pedig megtiltottuk, mások dönthessék el, kit engedünk be az országunkba, és kit nem. Az igazi menekülteket persze be fogjuk fogadni. Németet, hollandot, franciát, olaszt, rémült politikusokat és újságírókat, hazájukat elhagyni kényszerülő keresztényeket, akik az otthon elvesztett Európájukat majd nálunk akarják megtalálni. Hölgyeim és uraim, tisztelt Egyesület! Fekete bárányok voltunk, mára sikertörténet lettünk. És ezt ha vonakodva is, de azok is elismerik, akiknek nem tetszik, amit és ahogyan elértünk. Hiába, semmi nem olyan sikeres, mint a siker. Oda jutottunk, hogy mára a pénzügyi hitelminősítők is sorra felértékelnek bennünket. 2016-ban végre az alsó középosztálynál a munkából élő, de keveset keresőknél is megmozdult az élet. Nőnek a bérek, csökken a családok adóssága, és egyre többet vásárolhatnak. Épp ideje volt, sokat tettek érte. Nem segély, nem ajándék, nem juttatás, nem alamizsna. Igazi munkabér, teljesítmény, s vele járó elismerés és tisztelet. Nem lenne jó, ha az alacsonyabb bérrel fizetett, egyszerűbb tudást igénylő, de nehéz munka becsülete csökkenne. Nem lenne jó, ha nyugati divat szerint idegenből hoznánk olcsó munkaerőt az eféle munkahelyek betöltésére. Ehelyett inkább azt javaslom, minden munkahelyet, minden rendesen elvégzett munkát és a munkásokat is becsüljük meg rendesen. Képesnek kell lennünk arra, hogy a saját országokat mi tartsunk fönn,
Képesnek kell lennünk arra, hogy a saját országunkat mi tartsuk fönn, és mi működtessük. Mindenkire szükségünk van. Így a magyar takarítónőket, útkaparókat, rakodómunkásokat, culágereket és napszámosokat a jövőben is tisztelni kell. Ezért emeljük a minimálbért 15, a szakmunkás minimálbért 25%-kal. Egy nemzet és egy ország vagyunk, nekik is megvan a helyük a mi közös jövőnkben. Tisztelt hallgatóim! Nehéz bizonyosat mondani a jövőről. Láthatják, a dolgok egyik napról a másikra fejük tetejére állhatnak. Mégsem dobhatjuk le az előrelátás felelősségét a vállunkról. A kormányzás és az országvezetés legyen előrelátó, és ez akkor is jogos elvárás, ha a köd éppen megüli a tájat. Annyit azonban minden nehézség mellett is kellő óvatossággal mondhatok, hogy a magyarok jövője, ideértve a diákokat és a nyugdíjasokat is, biztosítva van. Magyarország erősödik és fejlődik. Nem ajándékba kaptuk, nem nyertük, nem mások fújták a szelet a vitorláinkba, ezért mi dolgoztunk meg, mind a 10 milliónyian. Adósságunkat folyamatosan ledolgozzuk, gazdaságunk folyamatosan nő, a bérek folyamatosan emelkednek, hamarosan el fogjuk érni a teljes foglalkoztatást, vagyis mindenkinek lesz munkája. Személyesen el vagyok kötelezve amellett, hogy Magyarországon egy gyermek se nőjön fel úgy, hogy nem látja a szüleit dolgozni. Orbán Viktor évértékelő beszédét teljes egészében a 10 órás híradó után láthatják a Pannon RTV műsorán, most pedig nézzünk meg még egy részletet a miniszterelnök beszédéből, amely arra vonatkozik, hogy milyen cselekvés tervet vázolt fel az elkövetkező időszakra. 2017-ben a magyar politikának 5 súlyos kérdésre kell választ találnia. 5 nagy támadást kell kivédenie. Ezért 2017-ben új nemzeti politikára lesz szükségünk. Az idén, már az év első felében Brüsszel meg akarja majd tiltani a rezsicsökkentést. Tervük már az asztalon van, az országok független energiapolitikája helyett központi szabályozást akarnak, amivel elvennék a tagállamok ármegállapítási jogát. A kérdés az lesz majd, megvédjük-e a rezsicsökkentést, ragaszkodjunk-e ármegállapítási jogunkhoz, vagy fogadjuk-e Brüsszel döntését, és bízzuk ismét a nagyvállalatokra a rezsidíj megállapítását. Napirenden marad a migráció ügye is. Az illegális bevándorlás hiába vet fel megoldhatatlan problémát és terrorveszélyt, szerte Európában hiába a véres valóság és az elborzasztó tények, a migránsok korlátlanul mozoghatnak egész Európában, amíg ügyüket véglegesen el nem bírálják. A 2017-es év kérdése az lesz, őrizetbe vegyük és tartsuk-e őket, amíg jogerős döntés nem születik róluk. És 2017-ben szembe kell néznünk a nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával is. Egyre több országban, így nálunk is, ráadásul választás is lesz, 18-ban, gondot okoz, hogy titokban, külföldi pénzekkel akarják befolyásolni a magyar politikát. Azt hiszem már éppen elégszer bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk dönteni a saját sorsunkról. Az tehát a kérdés, engedünk-e az átláthatatlan külföldi befolyásolási kísérleteknek? Itt nem a civil szervezetekről van szó, akik valamely fontos ügyet akarnak sikerre vinni. Itt nemzetközi szervezetek fizetett aktivistáiról és magyarországi irodáiról van szó. Teszünk-e valamit, legalább az átláthatóság és a megismerhetőség érdekében? Azt is tudnunk kell, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy itt nagy testű ragadozók úszkálnak a vízben. Ez itt Soros György határokon átnyúló birodalma, rengeteg pénzzel és nemzetközi nehéz tüzérséggel. Mégis úgy érzem, azzal betelt a pohár,
hogy a népszavazáson kinyilvánított népakarat ellenében Soros György szervezetei egyfolytában azon dolgoznak, hogy 100 000 szám szállítsák Európába a migránsokat. Azon dolgoznak, hogy letérítsék a magyar országgyűlést és a magyar kormányt az emberek által kijelölt útvonalról. Akarunk-e 2017-ben tiszta vizet a pohárba? Vagy ahogy nemrég hallottam, öntsünk-e tiszta vizet a nyílt kártyák közé? 2016-ban az is kiderült, hogy Brüsszel újabb és újabb gazdasági jogosítványokat akar magához venni a tagállamoktól. Az akció fedőneve brüsszeli nyelven szociális pillér. Már korábban is előfordult, hogy Brüsszel megakadályozta a magyar kormány radikális adócsökkentését. Adót emelni lehet, csökkenteni nem. Ezért az a kérdés, akarjuk-e és ha igen, képesek leszünk-e nemzeti hatáskörben tartani az adópolitikát, dönthetnek-e adóikról szabadon a nemzetek. És végül fel kell készülnünk arra, hogy Brüsszel támadás alá veszi a munkahelyteremtő támogatásokat is. Számos ország, köztük mi is használjuk ezt a gazdaságfejlesztési eszközt. Vagyis a kérdés az, a nemzetek dönthessék el, hogy akarnak-e munkahelyteremtő támogatásokat adni a vállalataiknak, vagy ezt a jogot is át kell adnunk Brüsszelbe. Ebben az öt kérdésben nekünk magyaroknak egyértelmű választ kell adnunk, ha azt akarjuk, hogy Magyarország a 2017-es évben is győztes ország legyen. Valójában mind az öt kérdés mögött a nemzeti önrendelkezés joga húzódik meg. Visszatértünk tehát a kiinduló ponthoz, nemzetek szemben a globalistákkal, szuverenisták szemben az unionistákkal. Ha biztos és szilárd válaszokat akarunk, akkor egyetértésre kell jutnunk az emberekkel. Kérdeznünk kell, magunk mellé kell állítanunk őket, ahogy minden fontos kérdésben eddig is tettük. Nem elég, ha mi nem hagyjuk. Az a fontos, hogy a magyar emberek se hagyják, hogy a fejük fölött döntsenek róluk. Gyilkosság történt a közelmúltban Szabadkán. Az áldozat egy nő, akit volt férje késelt meg. Mit tesznek a hatóságok és az illetékes intézmények a családon belüli erőszak felszámolása és megelőzése érdekében? Keddi híradónkban számoltunk be arról, hogy Ikotics Mónikát meggyilkolta korábbi élettársa. A bűncselekményt követően a mentősök is a helyszínre érkeztek, a nő életét azonban nem tudták megmenteni. A meggyilkolt nő az édesanyja házában tartózkodott Szabadkán, amikor korábbi férje megjelent. A gyilkosság elkövetője egy rövidebb veszekedés után kést rántott, és leszúrta a nőt, aki belehalt sérüléseibe. A szomszédban élő Zsigovics Eszter szemtanúja volt annak, amikor a rendőrség és a mentősök a helyszínre érkeztek. 5-6 rendőrt, vagy 4-et rendőrt, még a mentő innet úgy láttam, hogy a mentő kocsival vitt valakit innet. De én csak úgy láttam, tötték be, én arról jöttem, hogy már oda mentem azt a rendőröket, mondom, beteg van itten, és így tett, hogy menjek onnat. A kettő rendőr így a kapun belül álltak, és tudja, hogy úgy jóba voltam velük, de nem jártam én hozzájuk egyáltalán, meg ők se én hozzám. Nem tudok semmi rosszat, se meg jót se róluk mondani. A rendőrség médiaházunkhoz eljuttatott közleményében megerősítette, hogy az áldozatot korábbi élettársa, a 28 éves MC ölte meg. A tettest a hatóság emberei letartóztatták, ügyében a felsőbb ügyészség jár el. A gyanúsított egyébként a gyilkosságot megelőző napon több üzenetet is közzétette a közösségi oldalon, de ezek inkább arra utaltak, hogy magával készült végezni. Ne sírjatok, hanem énekeljetek a síromnál, minden szerelem véget ér egyszer, légy boldog, és hasonló szövegeket jelentetett meg.
A családon belüli erőszak szerencsére nem mindig végződik gyilkossággal, de ennél nem sokkal jobb az évekig tartó terror. A Szabadkai Szociális Munkaközpontban mintegy 100 áldozat jelentkezik évente. Sokan azonban nem is mernek segítségért fordulni. Nem ritka az sem, hogy a szomszéd vagy a rokon jelenti a családon belüli erőszakot. A legtöbb esetről azonban nem is lehet tudni. Az áldozatok nagy része nő, az erőszaktevők pedig sokszor maguk is olyanok, akiket korábban bántalmaztak. Az erőszak pedig a fizikai bántalmazás mellett lelki terrort is jelent. Legtöbbször ez ismétlődik, az áldozatok évek óta, évekig benne vannak, és akkor valami extrém eset mentén bekerülnek talán hivatalból a rendszerből, de van olyan is, ahol nem, egyszerűen nem történik meg ez, mivel nagyon-nagyon sok következményei vannak egy ilyen erőszakos megnyilvánulásnak, nem csak fizikainak, hanem pszichikainak is. Többek között az, hogy félelemben tartják az áldozatokat. A napokban az Óbecsei Alapfokú Bíróság és Ügyészség elnöke elmondta, júniusban hatályba lép a családon belüli erőszak megelőzése érdekében hozott törvény, amely a fizikai és lelki bántalmazás mellett családon belüli erőszaknak minősíti a gazdasági erőszak egyes formáit is. To je jedan od krucijalnih zakona koji je u skladu sa odredbama Evropske unije i gdje je naša država prepoznala potrebu donošenja takvog zakona koji će po mom mišljenju doneti takve rezultate da će se smanjiti broj tih potencijalnih nasilnika, a mogu da vam kažem da su predviđene mere koje po meni daju samo ohrabrujuće rezultate koje bi trebalo prvenstveno preventivno da deluju za na buduće potencijalne izvršioce. A szociális munkaközpontokba jelentkezett áldozatoknak a szakemberek lelki segítséget nyújtanak, az erőszaktevő ellen pedig jogi eljárás indul. Ehhez azonban szükséges az, hogy maga az áldozat tegyen ellene feljelentést. A közügyek vendége Józsa László ügyvéd. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan definiálják a szerbiai jogrendben? Mi minősül családon belüli erőszaknak? Hát a hatályos rendelkezések a családjogi törvényben vannak. Ugyan hallottuk, hogy új speciális törvény is hatályba fog lépni és alkalmazásba fog kerülni. Tehát jelenleg a családjogi törvénynek véleményem szerint aránylag modern a szabályozása, hiszen az erőszaknak a nyilvánvaló és a kevésbé nyilvánvaló formáit is családon belüli erőszakként kezeli ez a törvény. Tehát nem csak a fizikai bántalmazás, hanem a lelki bántalmazás, az alárendeltségi helyzetbe tolás, a szexuális erőszak, a szexuális kapcsolatra kényszerítés és más magatartási formák is családon belüli erőszaknak minősülnek, és ez azért érdekes, hogy ez a jelenleg hatályos családjogi törvényben van, mert korábban a jogrend az erőszakos magatartásokat csak bűncselekményként vagy szabálysértésként tudta felfogni, definiálni és kezelni, és a még jelenleg is működésben lévő törvény, illetve ezt a területet szabályozó törvény, abban az időben, amikor megszületett, ez, hogyha nem tévedek, 2009-ben volt, akkor egy nagy előrelépést jelentett, és nagyon sok reményt is lehetett hozzáfűzni. Azt ugyanis tudni kell, hogy bármennyire azzal abba ringatjuk magunkat, hogy hát ezek elszigetelt esetek, le kell szögezni, hogy az élet azt mutatja, hogy a családon belüli erőszak az egy elterjedt társadalmi probléma. A médiában egyre többet hallani erről, de mégis alapvető probléma ezzel, hogy nehezen bizonyítható dolgok ezek. Tehát hogyan kerülnek ezek a bíróság elé egyáltalán? Azt hiszem, hogy az elhangzottakból az utolsó mondat volt a slusszpoén, mert elhangzott az imént az, hogy feljelentés nélkül nem igazán lehet eljárni. És valóban az a tapasztalat, hogy a családon belüli erőszak sértetjei húzódoznak attól, vagy csak végső esetben döntik el azt, hogy hatósághoz fordulnak. Na most hova is lehet fordulni?
Egyrészt a családjogi törvény alapján magának a bíróságnak, a peres bíróságnak is van lehetősége rögtön ideiglenes intézkedéseket, vagy mondjam így, ideiglenes tartamú, de jelentős intézkedéseket elrendelni. A másik lehetőség pedig természetesen az, hogy rendőrséghez forduljanak a sértettek. És nézzük, hogy ma mi a helyzet ebben, ezen a két ágon. Én úgy látom, hogy a rendőrség, amely szakosított csoportokat működtet, nyomozói csoportokat, akik kifejezetten arra vannak kiképezve, hogy a családon belüli erőszak esetében esemény után is, de preventíve is fellépjenek, igen hatékony módon járnak el, nem halogatva az intézkedéseket, megteszik azokat, amelyek szükségesek. Nem vagyok ennyire optimista akkor, amikor a bíróságok intézkedéseiről beszélek. Még egyszer aláhúzom, nem a büntető bíróságokról beszélek ebben az esetben, hanem úgy látom, hogy a rendes bíróságok peres osztályai nem élnek igazából gyorsan és hatékonyan azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a családjogi törvény számukra előír. Hiszen amennyiben egy peres bíróhoz kerül egy olyan indítvány, amelyel kéri a sértett a családon belül erőszakos magatartás felszámolását, megakadályozását, akkor a bírónak kell tudni élni a sürgős, hirtelen, azonnali intézkedések tárházával. Elrendelni a távoltartást, elrendelni a megközelítés tilalmát, elrendelni a kiköltözést a közös lakásból, elrendelni adott esetben beköltözést bérelhető lakásjellegű ingatlanba. És amikor ezt a bíró elrendeli, akkor ez mennyire hatékonyan történik a végrehajtás? Ne haragudjon, hogy még egy picit visszalépek a válaszban. A probléma ott van, hogy egy picit ez a rendszer lassabban működik a kelleténél. A peres bírók rutinja elsősorban ugye egy óvatosságon alapul, megkérdezzük a gyámhatóságot, javaslatot kérünk a gyámhatóságtól, és telik múlik az idő, holott akut veszélyhelyzetek miatt fordulnak ilyenkor az emberek a bírósághoz, és ritka pozitív kivételektől eltekintve úgy látom, hogy a bíróságoknak azért majd rá kell állni még erre a rendszerre, főleg akkor, hogyha a riportban említett törvény alkalmazásba is kerül. Gyorsabb, azonnali, és bocsánat, hogy ezzel a példával hozakodok ide, mint a krimi filmekben meglátott, vagy megtapasztalt gyors intézkedések módszertanának elsajátítása az, ami ma még hiányzik, és azt látom tehát, hogy azok, akik családon belüli erőszak áldozatai, azok ma még ebben az országban nagyon kiszolgáltatott állapotban vannak. A hatóságok ebből kifolyólag természetesen nem is tudják megjósolni azt, hogy mely esetekben várható az eszkaláció. A mai beszélgetésünk apropóját egy emberölési eset képezi. Valahogy ez természetes is, hogy a közvélemény figyelme az ilyen problémákra akkor terelődik rá, amikor ilyen csúcsra járatott tragikus végkimenetel tapasztalható, de nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy hál' Istennek ezekből van kevés, és sajnálatos módon meglepően sok olyan házassági kapcsolat, házasságon kívüli kapcsolat, szerelmi kapcsolat, szexuális kapcsolat van, amelyben bizony tetten érhetőek a családon belül erőszak elemei. Itt a szociális intézményeknek lenne még kulcsfontosságú szerepe első lépésben. Nekik milyen az együttműködésük a bírósággal? Ez mennyire hatékony, illetve a rendőrséggel tapasztalata szerint? Én úgy látom, hogy nagy erőkkel dolgoznak a szociális védelmi központok, viszont azt is látni kell, hogy helységektől eltérő a felkészültsége, a személyzeti állománya, a szakember állománya ezeknek a szociális központoknak, és akkor is, hogyha úgy látom, hogy például a rendőrséggel is kifejezetten jó és gyors az együttműködés a gyámügyi osztályoknak is, és egyáltalán a szociális központoknak, a bíróságok irányában úgy látom, hogy lényegesen formálisabb szinten működik a dolog, tehát levelezés, intézkedés kérése, véleményezés, szakcsoportok, úgynevezett szakmai tímek által, tehát borzasztó sok
fejlődni való van még abban a vonatkozásban, hogy ezt a súlyos társadalmi problémát a hatóságok jobban tudják kezelni, mint ahogy arra ma képesek. Köszönöm, hogy a közügyek vendége volt. Minden nap 15 perces napindító tornával indul az oktatás a szerbiai iskolákban, az általános iskolák alsó tagozatain. Nézzük, hogy is néz majd ez ki. A szerbiai oktatási minisztérium Mozgassuk meg gyermekeinket elnevezésű projektje egy már szinte világszerte elterjedt és jól bevált gyakorlat. Az egészségügyi világszervezet ajánlására évtizedek óta alkalmazzák sikerrel számos országban. To je vrlo dobro stvar, em uči dete disciplina, svi su zajedno stroji i tako, radi isti posao u isto vreme. Zdravstveno to je vrlo važno, pogotovo ujutro, zato što cirkulacija radi organizam, protok krvi u mozak bude još bolje i veće ujutro, onda koncentracija je bolje, dete misli bolje, diši sa kapacitetom dobro, pluća isto uzima kiseonik koliko treba mu. Dr. Badavi arra is emlékszik, amikor még ő járt általános iskolába, ők is tornáztak tanítás előtt. Az izomzatot is fejleszti, és a testtartást is javítja a napi iskolai torna. A szabadkai Széchenyi István általános iskolában eddig is beiktatták az alsósoknak a tanítás közbeni mozgást, amikor már kezdett lanyhulni a figyelem és a fegyelem. Napot nem azzal kezdjük, hanem amikor úgy érezzük, főleg elsőben, amikor az óvodából bejöttek és a nyári szünet után, a gyerekek még nem tudnak 45 percig ülni és tanulni, akkor szoktuk ezt bevezetni. De ha szükség szerint negyedikbe is csinálunk ilyen gyakorlatokat, tehát amikor szükséges. Egyébként a tanítónénének mi a véleménye erről, amit az Oktatási Minisztérium most bevezet, tehát az a 15 perces napindító torna? Hát én azt hiszem, hogy mi ezt eddig is csináltuk, tehát nem volt ez kötelező, de ha akarunk haladni a munkánkkal, tehát hogy minél jobban oda tudjanak a gyerekek figyelni, akkor mi ezt eddig is csináltuk. Tehát biztos, hogy jó, mert nagyon sok gyerek az, aki ugye otthon a számítógép előtt sokat ül, és keveset jár valamilyen foglalkozásra, tornára, táncra. A mi gyerekeink ugye város szélén laknak, tehát ők még azok a gyerekek, hála Istennek, akik sokat vannak az udvarba, másznak fára, kerékpároznak. A gyerekek is szeretik a játékos tanítás közbeni tornát. Összeszedi az elménket, hogy a tanulásra koncentráljunk, tehát a gondolataink azok mindig szét vannak szóródva, és azokat összegyűjti, egy pontba fókuszálja, ami ebben az esetben a tanulás. Egyébként szoktál otthon is sokat mozogni? Amikor van rá időm, megteszem. A testtartásoddal rendben van minden? Igyekszel jó testtartást alkalmazni? Az én testtartásom egy kicsit lagymatag, de amikor van időm, akkor próbálok rajta dolgozni, hogy kicsit feszesebb legyen, és egy kis torna után, elég 5 perc, már sokkal jobban érzem magam. Szerintem jó, hogy kicsit bemozgunk, és akkor van, hát, hogy összeszedjük az energiánkat, hogy reggel már nem, hogy reggel nem vagyunk olyan fáradtak, hanem könnyebben felébredünk, hogyha reggel járunk iskolába. Tehát könnyebb így, hogyha tornával bemelegítitek a napot? Hát szerintem könnyebb lesz, lehet, hogy akkor a tanulás is könnyebb. Nem leszünk annyira fáradtak, és jobban fogunk tanulni. Könnyebb úgy kezdeni a tanítást, az iskolát, hogyha reggel egy kicsit tornáztok? Igen, könnyebb. Nekem például nagyon könnyű úgy tanulni. A pedagógusok, orvosok, gyerekek, szülők egybehangzó véleménye, hogy a heti 2 vagy 3 tornaóra nagyon kevés, ezért is jó a napi 15 perces kötelező mozgás bevezetése.
Azért tartom fontosnak, mert gyermekeink az utóbbi években rengeteget töltenek számítógép előtt. Az iskolában 8:30-tól 13:30-ig ülnek, vagy ugye délutáni váltás 14:30-től este 15:30-ig, vagy 15:30-ig. A szabad idejüket nem a szabadban töltik, hanem az az első, hogy hazamenjenek és a számítógép előtt töltsék el a szabad időt, keveset mozognak. Ebből kifolyólag a testtartásuk romlik, gerincverdüléseik vannak, lúdtalppal rendelkeznek a gyerekek. Sajnos a szülőknek nincs idejük, hogy gyermekeiket gyógytornára hordassák, vagy nincs alkalmuk arra, hogy külön sportra írattassák be a gyereket, mert fizetni kell. Az iskolában igyekeznek minél gyakrabban különféle aktivitásokat és sporteseményeket is szervezni a gyerekeknek. Több mozgásra mindenféleképpen szükség van. Szakköröket mi tartunk szombatonként még külön. Labdarúgás van fiúknak is, és külön a lányoknak is. Röplabda, szertorna. Tehát úgy gondolom, hogy igyekszünk. Sporthét is szokott lenni első fél évben és a másodikban is, és még különböző aktivitások, tehát a gyerek hét is szokott lenni, meg futóversenyekre is szoktunk menni, úgyhogy igyekszünk, de hát jobb lenne, hogyha még ezen kívül tudnának a gyerekek még valamilyen aktivitásban részt venni, vagy sportban. A tornatanárnő szerint nem csak a testtartással, hanem a mozgás koordinációval is gond van. Egyszerűen egyre jobban elhagyják magukat a gyerekek. A kiállásukon is látszik, hogy hiányzik a testmozgás. A felsős diákok szerint nekik is jól jönne a napi 15 perc torna. Például ma nekünk egyáltalán nem volt tornánk, és nem is lesz tornánk, és ezért úgy gondolom, hogy eléggé jó lenne, mert igaz, hogy tele vagyok energiával, meg szerintem a többiek is. Ez konkrétan miben nyilvánul meg, hogy ilyen energia túlfűtöttség van bennetek? Hát például a nagyszüneti lögdösödések, meg a nagyszüneti sapka elbevések, meg a többi, hát az eléggé elkerülhető lenne szerintem azzal reggeli tornával. Nekünk nem éppen elég ez a heti két torna, mert a fiúk nagyszünetbe úgy vezetik le ezt a sok energiát, hogy elveszik a sapkákat, rugdalóznak, lögdösödnek, és így tovább. Ugyanakkor gondolom, hogy sokszor például ilyen nehezebb órákon, mint a matek, elfáradtok, illetve hát a koncentrációtok egy kicsit lanyhul. Hát igen, akkor jó lenne egy 5 perc torna óra elején. Az iskola pszichológusa szerint jó lenne a későbbiekben a napi torna projektet a felsősökre is kiterjeszteni. Szerintem azért lenne jó, mert sokszor látjuk, hogy a gyerekek szaladgálnak ész nélkül olyan helyen, ahol ez nem lenne jó, szűk folyosókon, és hogyha ezt a sok energiát, ami ő bennük van, tudnánk mi irányítani, megszervezni, megtervezni biztonságos körülmények között az órán, akkor ezt úgy használnák, hogy ez nekik is jó, egészségesebbek lesznek tőle, szüneten viszont nem lennének talán ennyire tele energiával, hanem nyugodtan beszélgetnének, játszanának, szórakoznának egymással. Van sok olyan baleset, vagy olyan sérülés, ami nem igazi verekedésből, konfliktusból származik, hanem abból, hogy sokan vannak, kicsit lögdelőznek, kicsit türelmetlenek, sok az energiájuk, és ez szerintem ez lehet, hogy segítene rajta. A tanításindító torna főleg a délelőtti váltásban fontos, mert a gyerekek korán reggel még álmosak, a lelkük úgymond még alszik, a délutáni váltás elején pedig gyakran a gyorsan bekapott ebéden, vagy az éppen félbehagyott számítógépes játékon jár az eszük. Ez a mozgás éppen ebben az átmenetben segítene nekik. A Mozgassuk meg a gyermekeinket elnevezésű projekt szakmai továbbképzését éppen ma szervezték meg Zomborban. Az Északbácskai Körzet általános iskoláiból minden iskolát egy osztálytanító képvisel. Ezek az osztálytanítók utána, miután visszatértek erről a tanfolyamról, átadják az ott szerzett tapasztalataikat a többi tanítónak, szám szerint itt a Széchenyi István általános iskolában 37 másik tanítónak. Prošli smo obuku tog usavršavanja kako bismo mogli da primenimo taj jedan, odnosno taj model programa koji će bi se izvodili svakodnevno 15 minuta. Prvi model se zove Vesela stolica i to su vežbe koje će se moći primenjivati u učionici. Drugi model je muzička gimnastika koju može učitelj sam da odredi da li će je primeniti u učionici ili negde van učionice u sali. A treći model su igrarije jesenje, zimske ili prolećne, koje tu su igre za decu koje će se izvoditi, mogu da se izvode i napolje.
A 15 perces napi tornát napokon belül bevezetik a szabadkai iskolákban. A Pannonár TV tovább erősíti a tudósító pontokat, ezúttal a műszaki felszerelés újult. De nézzük előbb, hogyan dolgoznak tudósítóink. Sziasztok! Mi vagyunk Andrea és Géza. Itt készülnek újvidéki és környékbeli tudósításaink. Halló! Igen, igen, szia! Várja, leállítom. Kell valami különleges belőle, még esetleg híradó, vagy valami más? Mi van? Közügyekre kell dolgozni. De tudod azért, hogy nem sokára indulnunk kéne. Akkor tündit vigyük a faterhoz. Gyere, visszünk a nagytatához. Gyerünk, mert már késésre vagyunk. Gyertek! Apu! Várjál, Tündi, Léci, ezt most meg kell csinálnom most. Hát ez a mai nap. Nézted? Lement? Nem ment le. Fádrata a hónapra. Új felszerelést kapnak a tudósítóink, ennek okán van itt a stúdióban velem Vágó Krisztina, a tudósító koordinátora, Borisz Jaramazovics, a Pannonár TV műszaki igazgatója és Bödő Sándor, magyar kanizsai tudósítónk. Tehát elsősorban a műszaki igazgatót arról kérdezném akkor, hogy milyen felszerelésről van szó, és mely tudósítói pontokra kerülnek ezek az eszközök. Az első lépésben 3 tudósító pontot fogunk felszerelni új eszközökkel. A Tisza Kálmán falva, Topolya és Magyar Kanizsa, majd Nagybecskerek lesz ugye a következő lépés, ahol új felszerelés fog kerülni. Amiről tudunk ebben a pillanatban beszélni az, hogy eddig nagyon nagy problémánk volt a formátummal, a felszerelése olyan szempontból, hogy sok helyen még analóg kamerákkal dolgoztak, analóg rendszerbe, rossz felbontásokban, rossz minőségben, és ezek az anyagok, mikor megérkeztek ide a Pannonba, akkor nagyon sok olyan munka történt, hogy ugye átalakítani ezeket az anyagokat használható anyagokká. Úgyhogy most a legújabb generáció HD, generációból való HD kamerákkal szereljük őket föl, és az összfelszerelése ugye, ami ezzel a kamerával jár, plusz minden tudósító pont kap egy új vágóeszközt, illetve egy laptopot, ami képes videó képvágásra. Tehát készanyagokat küldenek. Nagyjából igen, készanyagokat fognak küldeni, grafikai feldolgozás nélkül, szóval nem lesznek rajta feliratok, de igen, bevágott készanyagokat fognak tudni küldeni, és sokkal gyorsabb lesz a munkafolyamat, ugye, mert ez már minden digitális formátumban van, megfelelő formátumban nem kell semmit átalakítani, fel kell venni, be kell vágni és el kell küldeni. Végül is ennyi. Ez miben könnyíti meg a tudósítók munkáját? Hát nagyon sokban megkönnyíti, és az első, amit a Boris mondott szintén, hogy gyorsaságban. Tehát időben sokat nyerünk vele, mert eddig az volt a baj ezekkel az analóg kamerákkal, és ugye kazettás kamerák voltak. Ha mi felvettünk egy 20 perces anyagot, az 20 percig tartott átjátszani a számítógépünkre, hogy én egyáltalán szkriptelni bírjam, tehát elkezdjem lehallgatni, hogy mit is hagyok benne, mit is dobok ki belőle, hogy a szöveget össze tudjam állítani, és majd csak azután tudtam összeállítani, azután tudtunk hozzányúlni. Na most ez ugye most nagyon lerövidül, és ez akkor a jó, akkor van előnyünkre most már, majd lesz az előnyünkre, hogy ugye nem egyszer előfordul, hogy délelőtti anyagot teszem, azt épp a közügyekre kell, hogy készen legyen, és hát ha én, nekem az 2-kor ér véget, és ha én még aztán kezdem még behúzni, meg stb.
nagyon nagy kérdőjel, hogy ide ér, vagy nem ér ide, mert ugye sokszor még a hálózat is olyan, hogy nem halad felfelé az anyag, hiába vagyunk készek, úgy lehet egy óra, másfél kell, mire föltölti a panonnak a szerverére, és akkor eleve elkésünk. Tehát itt nagyon nagy időt nyerünk, meg hát a másik az, hogy nyilván minőségben sokat kapunk a képminőségben ezzel az új kamerával, és attól is elesünk, hogy a kazetta ugye sokszor a legjobb résznél, amikor a legizgalmasabbat mondja az az alany, utólag derül ki, ugye, hogy a szalag egy nagyot droppol, benne van egy nagy csík, akár hang is droppol, a kép is droppol, amit nem használhatok, és bizony akkor kellemetlen, mert keresnem kell egy másik megfelelő, aránylag elfogadható megnyilatkozást, ami érdekes lett a tévénézőknek, itt most ez kiküszöbölődik. Itt most a tudósítók felé akkor nagyobb elvárások is lesznek a szerkesztők részéről, tehát még gyorsabb munkát várnak el? Azt azért hozzá kell tenni, hogy közel 30 tudósítónk van, tehát Budapesttől Belgrádig tudósítunk, vagyis tehát ott helyezkednek el a tudósítóink. Na most itt nem csak riporterekről beszélünk, hanem operatőr vágókról is. És egy tudósító napja, amit a nézők úgy látnak, akár a tévéhíradóban, vagy akár a közügyekben, vagy mondjuk a Közelképben, vagy a Sporthétfőben, lehet, hogy az csak pár percnek tűnik, 2 percről beszélünk, vagy 5 percről, vagy 6-ról, vagy 18-ról, de amögött iszonyatos megfeszített munka van. Tehát a tudósítóknak tulajdonképpen, amikor én a szerkesztőtől megkapom, hogy milyen elvárás kell, milyen anyagot kérnek, milyen bejátszást, azt nekem át kell adni a tudósítóknak. A tudósítók azt leszervezik, természetesen aztán ezt le kell forgatni, visszamenni, és ezt összevágni, amit utána láthatnak a nézők. De ahogy mondom, tehát iszonyatos munka és megfeszített tempóma. Természetesen ezekkel a felszerelésekkel, kamerákkal még hatékonyabb lesz a munka, még gyorsabban tudnak majd dolgozni. Akár a régióban, vagy a világviszonylatban milyen ez a felszerelés? Mennyire modern, úgymond korszerű? Modern, csak árnyalatokról van szó, ugye van az igazi broadcast felszerelés, ami olyan árakban van, amit előleg országos és ilyen nagyon nagy tévék tudnak maguknak megengedni, és van a professzionális felszerelés kategória, amibe tartozik ez a felszerelés, amit most kaptak, de ez egy abszolút megfelelő, megbízható felszerelés, amivel kitűnő anyagokat, kitűnő felvételeket lehet készíteni. Amikor sebességről beszélünk, én továbbra is azt mondom, igen, fölgyorsul itt a munkafolyamat, de akkor is oda kell figyelni, hogy hogy dolgozunk, szóval ez a felszerelés magától nem csinálja meg a munkát, kollégáknak oda kell figyelni, és mindenféleképp nem szabad elsietni ezt a munkát most az miatt, mert most ez gyorsabb munkafolyamatot jelent. Még csak annyit kérdeznék a tudósítótól, a tudósító szemszögéből, hogy melyek a nehézségek ugye nap mint nap, mert azért tudjuk, hogy gyorsan kell dolgozni, pontosan kell dolgozni, és ezeket a nehézségeket hogy küzdik le nap mint nap? Hát a nehézség az, amikor van egy előlátott forgatás, téma, amit már teszem, azt 3-4 napja megbeszéltünk, de közben jön egy valami aktuális, amit szintén le kell forgatni, és néha egymás hegyére hátára 2-3 is összejön, rövid 2-3 óra a leforgás alatt, ahova oda is kell érni, fel is kell venni, utána meg is kell csinálni, és viszont kérdés, hogy majd időben ez belemegy, hát ilyenkor esetleg meg tudjuk azt oldani, ugye, hogy ha a téma aktualitásától függen, egyet esetleg átteszünk a másnapra, és akkor így beleférünk, de gyakran ez nem jön össze. Viszont talán most segít még a laptop is, a hordozható számítógép, amit kaptunk, mert akár vidéken is teszem, azt messzebb vagyunk Magyar Kanizsától, ott forgatunk, akkor azzal se vesztegetjük az időt, hogy előbb beérjünk a kanizsai irodánkba, hogy ott feltegyük a gépre az anyagot, hanem a számítógépen megoldható rögtön a vágás, akár ott a helyszínen is, vagy valami, tehát tudunk előre dolgozni, hogy utána csak annyi kelljen, hogy indítsuk és küldjük fel. Köszönöm a beszélgetést, akkor további sikeres munkát. Köszönjük szépen. Családban és főleg nagy családban élni már pedig jó. Erről tanúskodik következő riportunk. És van 3 középiskolás. Süveg Tibor és Hilda 15 éve házastársak, Múzsján élnek, 2 kislányuk van, Zita és Emma. Példájuk azt mutatja, hogy családban élni jó. Mikor rájött az a pillanat, akkor valahogy úgy megéreztem, hogy a Hildával nagyon
jó, megjegyezek, és kicsikét előtte szórakoztunk egy pár évig, és akkor eljegyeztem, és akkor összeházasodtunk. Hát azóta együtt boldogan élünk ebbe a családba, dolgozunk, neveljük a gyerekeket. Hát mondhatom, hogy ez egy nagyon szép ez a családi élet. A családi élet néha gondokkal is jár, kezdve az egészségügyi problémáktól a pénzügyi gondokig. De, mint mondják, együtt mindig könnyebb, egy szülő számára pedig mindig a gyereknek kell az első helyen lennie. Szerintem a gyerekek is érzik, hogy boldog családi házasságban vagyunk. A 15 éve ezelőtt nem is volt kérdéses, hogy esküdjünk-e vagy nem esküdjünk, mivel hogy vallásos családból vagyunk, és most is, mai napig is azt ápoljuk. Úgyhogy nem is volt vitás, hogy esküdjünk-e templomba. Bánátban is egyre kevesebb házasságot kötnek. Az elvándorlás miatt beszűkült a párválasztási lehetőség, rossz a gazdasági helyzet, sok fiatal pedig egyszerűen kényelemből mond le a családalapításról. Szerencsére vannak, akik másként gondolják. 8 éve vagyok házas. Hát van két családom, van egy kislányom és egy kisfiam. A kislányom most lesz 7 éves, a kisfiam 4 éves. Hát családban élni az nagyon jó, bár is nekünk, akik így érezzük, tehát hogy ha magunk volnánk, tehát nem volnánk gyerekek se, meg nem volna tehát feleségünk se, akik, tehát mikor hazajövünk, gondoskodnak rólunk, és tehát mikor hazajövök, a gyerekek is várnak, és már ez a nagyon jó érzés, és ezért nekünk ez egy külön boldogság. A keresztény felfogás szerint a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Mi továbbra is ezt tartjuk fontosnak kihangsúlyozni, hogy egy férfi és egy nő közössége az egy különösen is fontos kapcsolata a Jóisten szemében, tehát nem csak emberileg, hogy közel legyenek egymáshoz, hanem Isten ezt az egységet külön megáldja. Ez az a dolog, amit ma sokkal nehezebb átadni a fiataloknak, a jegyeseknek, a pároknak, akik jönnek és fel akarnak készülni a házasság szentségére. Ugyanis tudjuk, hogy ma elfogadott, hogy együtt élnek a házasság előtt, ma gazdaságilag is lehetséges az, hogy valaki egyedül tud élni, tehát nagyobb a szabadság, kulturálisan is elfogadottabbak a különböző más formájú együttlétek. Itt az egyház sajnos attól többet nem tud tenni, mint hogy tanítsa, hogy mi az igazi családi hivatás. A törökbecsei király Csabának és Hildának 4 gyermeke, 3 kislánya és egy kisfia van. Méhészkedésből élnek. Mint mondják, nem könnyű megtalálni a helyes utat a gyerekek számára. Próbáljuk a vallásosan is, de a legjobbat kihozni a családjainkból, hogy úgy neveljük őket, hogy azért vallásosak maradjanak, de megállják a helyüket a világban, mert szerintem így 4 gyerekkel ebben a helyzetben nagyon nehéz a mai világban gyerekeket nevelni, túl sok a veszély, túl sok a külső hatás, a média is nagyon sokat ront ugye a gyereknevelésen, és így próbáljuk úgy, ahogy összehozni, hogy főkészítsük őket az életre. Az elvándorlás problémája egy kicsit másképpen érinti a nagy családokat, mint azokat, akik egyedül vagy egy-két gyerekes családban élnek. Azon dolgozunk elsősorban, hogy azokat a szálakat erősítsük, amik ide kötik az embereket, ugye a családokat. És én személyesen is úgy élem meg, hogy a nagy családok azért nehezebben döntik el esetleg, hogy elmennek. Bár az is igaz, ugye, hogy sokkal nagyobb harcot kell bírni, hiszen egy nagy családot eltartani, a gyerekeket kivezetni az életbe azért sokkal nehezebb, hogyha többen vannak. De hát épp ugye mi most decemberben tartottuk meg a diátadó ünnepségünket, ahol ismét átadtunk néhány családnak, példamutató nagy családnak díjakat, ahol olyan család is volt, ahol például 12 gyerek van. És ez is mutatja, hogy lehetséges. Igaz, hogy nagy önfeláldozással a szülők szinte saját magukat áldozzák fel azért, hogy a gyerekeket föl tudják nevelni, de lehetséges, és hát a mostani körülmények között is vannak olyan példák, amik azért azt mutatják, hogy itt is lehet boldogulni.
A Nagybecskereki Família Egyesületet 2 éve 12 család alapította, de rendezvényeiken már többen vannak. Bíznak abban, hogy ezt a rendezvényt, melyet a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségével szerveztek meg, ezentúl minden évben sikerül majd megtartani. Magyarországon több mint 10 éve szervezik ezt az ünnepet. Az idén itt is sor került rá, hiszen a jó példákon felbuzdulva eldöntöttük, hogy mi is a házasságokról, a jó házasságokról egy kicsit hírt adunk, hogy léteznek még ilyen kapcsolatok. Nagyon örülünk, hogy sok helységből jöttek, Törökbecse, Nezsíny, Udvarnok, Szent Mihály, Muzsja és a nagybecskerekiek. Uzsajni Pécsi Rita Egymás kedvéért születtünk cím alatt megtartott előadásán a nő és a férfi közötti különbözőségekkel próbálta megmutatni. Egyben azt is, hogy azok ellenére is lehet harmonikus párkapcsolatot ápolni. A magyar kormány családerősítő programjainak az eredményeiről kérdeztük. A reményt adta vissza, tehát ezek az intézkedések, azt látom, most még talán nem mindenben lehet látni, de konkrét családalapítók is, megindulunk, elindulunk, építkezünk, majd lesz valahogy, belevágunk, itthon maradunk, például olyan fiam is egyetemista, és bizony nagyon zavarta ez legalább egy 5 évvel ezelőtt, ahogy azt lehetett látni, hogy a 90%-a nem tudja másképp elképzelni, csak hogy elmegyek. És azért azt hiszem, hogy ez visszafogódott. Most nem mondom azt, hogy radikálisan is, hogy azonnal, de én is több fiatallal beszéltem, akik szívesen maradnak otthon, szívesen keresik már jobban azt a lehetőséget, és tényleg itt csak így tudom összefoglalni, hogy reményt adott, és ez nem kevés. A vajdasági nagycsaládosoknak 21 egyesülete van, több mint 4000 családot ölelnek fel. Nem minden egyesület tagja a szövetségnek, ettől függetlenül megvan köztük az együttműködés. A következő összejövetelük szombaton Bácskos útfalmán lesz, amit a házasság világnapja alkalmából tartanak. Ennyi volt már a közügyek. További kellemes estét kívánok!